A szociális munkás képzés negyed évszázados fennállását ünneplik a Debreceni Egyetem egészségügyi karán. 25 évvel ezelőtt Magyarországon még nem tudták pontosan, mit csinál a szociális munkás. Az első tanárok különböző szakterületekről érkeztek a hallgatókhoz. 1990-ben 30 fővel indult az első évfolyam. 25 éve folyamatosan fejlődik, és ez egyrészt a Jóistennek köszönhető, másrészt annak, hogy rögtön az elején olyan hihetetlenül nagy nemzetközi támogatást kaptunk, egy olyan szakot szerveztünk ugyanis, ami Magyarországon nem volt és nem ismerték. Most ehhez kellett az, hogy rögtön az első években, de szó szerint úgy, hogy az első, második, harmadik években már mint egy 15-20 fős nemzetközi szakértői stáb segítette a munkánkat. A közvetlen szervezést a Richard Steinman professzor úrral, Amerikából volt itt Fulbright ösztöndíjjal, ővele kezdtük. A szociális munkás képzésnek azóta is több kapcsolata van az Egyesült Államokban és Finnországban is. A mai ünnepségen is megjelentek az országok képviselői. Egy kutató munkatagjaként már 25 éve dolgozom az egyetemi karral, valamint 25 éve hozok ide diákokat tanulni, és ugyanennyi ideje tanítok itt. Tehát egyszerre dolgozom és kutatok az itteni tanári karral együtt. Ebben az évben alap- és mesterképzésen, valamint felsőfokú szakképzésen összesen 60 diák kezdte meg tanulmányait, szociális munkás képzésen. Jelenleg összesen közel 140 hallgató tanul itt. Igen népszerű szakról van szó egyébként. Sajnos az elmúlt időkben viszont visszaesett a létszám, annak idézőjelben köszönhetően, hogy megváltoztak például a ponthatárok, illetve emelt szintű érettségit kell tenni, akik ide jelentkeznek, illetve a végén, amikor pedig végeznek, nyelvvizsgával kell rendelkezni, különben nem kapnak diplomát. Tehát ezek a tényezők egy kicsit megnehezítik azt, hogy olyan szinten, mármint hallgatói szinten lehessen tovább vinni, ami eddig volt. Tehát a folyamatos pont határ emelkedés azt eredményezi, hogy sajnos egyre kevesebb és kevesebb hallgatót tudunk felvenni. Dr. Lukácskó Zsolt volt dékán szerint évekkel ezelőtt Szabolcs megye látta el a környező megyéket is szociális munkásokkal, és bár a piac folyamatosan telítődik, a szociális munkatársakra mindig szükség lesz.